Köszöntöm Önöket itt a Zila Kávéház és a Kródi Gyula Irodalmi Kör Kávéházi Esték rendezvény sorozatán. Ifjabb Zila László vagyok, a Zila Kávéház és étterem egyik, mint családi vállalkozás egyik tulajdonosa, illetve vezetője. És hát köszöntöm Önöket ezen a jeles és igen meleg augusztusi napon. Rehorovics Anita és Kanizsai Józsi bácsi, Józsi bá estjén, ugye Anitának képkiállítása és Józsi bának a írói estje van. Mindketten már számtalanszor, illetve több alkalommal kiállítottak nálunk, illetve tartottak estjét, és hát az augusztus az hagyományosan Józsi bának az alkalma, ugyanis augusztus 27-én, ha jól tudom, akkor van a születésnapja. És ebből a jeles alkalomból, hogy a mai alkalom, illetve az idei alkalom, ez a 75. születésnapja, és tudom, hogy itt nagyon sokan már sokszor hallották, de azért egy röviden úgy elmondanám a mi kis történetünket, hogy itt most már ugye 9. éve együtt dolgozunk, együtt visszük ezt az eseménysorozatot, ahol ugye minden hónap harmadik csütörtökén más és más képzőművész mutatkozik be, és számtalan író, költő, zenész, énekes tart itt nálunk nagyszerű estéket, délutánokat, ugye minden hónap harmadik csütörtökén. Ez 2008, amikor őszén indult telén, november 26-án, wow! És aztán 2009 márciusában volt talán az első képkiállítás, most már Dedik Jánossal kezdődött a történet. Dedik úr, estét kívánok, igen, tehát ővelük elindult valami, amit nem is gondoltam volna, hogy most már lassan 10. éve tart, és Józsi bá minden egyes alkalommal hónapról hónapra szervezi és viszi a hátán. Természetesen a Kródi körrel együtt, meg a csapatával együtt, de mégis én vele tartom a kapcsolatot, és én úgy gondolom, hogy ő ennek az igazi motorja, aki viszi előre ezt a rendezvénysorozatot. Úgyhogy én nagyon köszönöm neki ezt a fáradhatatlan és kitartó munkát, illetve amit még meg szeretnék említeni itt az elmúlt évek alatt, ugye készült egy könyv Kávéházi Esték Szabó László szerkesztésében, ugye aki szintén évek óta hónapról hónapra tudósít és ír ezekről az estékről, illetve számtalan interjú, illetve riportban megemlékeztek a kávéházunkról, úgyhogy köszönöm szépen, illetve kaptam tavaly kitüntetést is, emlékérmet, úgyhogy tényleg megtiszteltetés, hogy ilyen hosszú ideje együtt működünk. Röviden ennyit, akkor most én átadom a szót házigazdánknak, Újvári Ferencnek, aki hát elég régóta, mikor csak, mert jó, hogy már több mint egy éve csatlakozott szerintem csapatunkhoz, igen. Bemutatja akkor a művészeket. Köszönöm szépen a figyelmet, érezzék jól magukat! Köszönöm Zila Laci barátomnak a bevezetőjét. Azt most elfelejtette elmondani, pótolom, hogy a rendezvény ide alatt 50% kedvezmény illeti meg a közönséget a fogyasztás után. Élni kell a lehetőséget. És akkor térjünk rá a mai napnak a programjára. Már ugye elhangzott, hogy Rehorovics Anita a kiállító és Kanizsa József a irodalmi résznek a főszereplője. Erről nem is kívánok többet mondani, én is szeretettel köszöntöm őt 75. születésnapja alkalmából. És itt a művei tolmácsolásában közreműködik majd Németh Nyiva Sándor, költő, olimpikon, magyar kultúra lovagja, Zsuzsa Mihály, költő, zeneszerző,
színész, és én magam Újvári Ferenc, és a ráadás verset szokás szerint elmondja majd Parta Erzsébet. Hát többször említettük az ő életkorát, amit nagyon büszkén, jogosan nagyon büszkén vállal, hogy 93 éves, hát most már nagyon közel van hozzá. 23-án fogja letölteni. És azt követően már négy büszkében fogja mondani, hogy 94. Hát ahogy mondja, igen, nem semmi. A jelenlévők közül elég kevesen mondhatják ezt el magukról. Sőt, nem akarok vészbagoly lenni, de biztos lesz közöttünk olyan, aki egyáltalán nem tudja majd magáról ezt elmondani. És akkor mondanám a következő Krúdi rendezvény időpontját. Ebben a hónapban már nem lesz több. Következő hónap első Krúdi rendezvénye Sashalmon 7-én. Ott Gyulai Zsuzsanna festőművész állít ki, és Földesdi Gabriella író fogja képviselni az irodalmi részt. Szeptember 14-én, a nyári, két hónap nyári szünet után ismét rendezvény lesz a Kéli vendéglőben, ahol a Kárász József irodalmi kör fog bemutatkozni Szegedről. Harangi Gézát fogjuk köszönteni 70. születésnapja alkalmából. És akkor itt a következő rendezvény az Ila Kávéházban szeptember 21-én lesz. Ahol két képzőművész fog bemutatkozni, Bartis Ilona és V. Katona Hajnalka. Itt vannak? Jó, hátul ott integetnek, igen. Az irodalmi részben pedig bemutatkozik Osikné Nagy Katalin a prózájával. Egy kötetéből hangzanak majd egy idézetek, a Szilvesztertől Szilveszterig című kötetből. Tehát ez lesz a szeptemberi programunk. Erre a Zila rendezvényre a meghívók elkészültek. Itt a rendezvény után lehet belőle vinni. És természetesen, én meg szoktam, megvan nálam az e-mail címe, majd a rendezvény előtt, tehát így szeptember 15-e körül online megküldöm a meghívót. Ennyi bevezető után átadom a szót Kanizsa Józsefnek, aki részint ünnepelt, meg ő fogja itt a kiállítást megnyitni, és az egészet celebrálni. Köszönöm szépen, Ferikém, ezt a bevezetőt, és köszönöm az Ila Lászlónak szintén a köszöntést, és nekik is nagyon köszönöm, de látom, elmentek a kislánnyal együtt, és itt volt az Ila Edikkel is, akinek szintén nagyon sokat köszönhetünk. De én ezt kettő ismerőt szeretnék itt köszönteni. Gyorsan királyra, és csak úgy így van, irodalmi kör elnökét, magyar kultúra lovagát, akinek szintén sok érdeme van ebben az Zila Kávéház estéknek a rendezvény sorozatában, ezt a Krúdi körrel együtt igyekeztünk ezt nyilvbe jutni itt a Zila Kávézó Krisztina Szukrázda és étteremmel együtt Zila Lászlóékkal. Az előbb már említettük, vagy említette László Dedik János urat, akivel tényleg elkezdtük 9 évvel ezelőtt ezt a rendezvény sorozatot. Jánoskám, még egyszer álljak fel, és kapjál egy tapsot!
és nagyon nagy szeretettel köszöntöm körünkben a magyar kultúra lovagja, lovagrendtől, Pap János urat, aki kedves feleségével nagy tagságom. És nézem, nekem nagyon régi ismerősem, el kell árulnom, az egyetlen, aki itt a teremben, feleségemen kívül, és gyermekemen kívül, Kossik János műfordító, író, akivel majdnem úgy a 70-es évektől fogva már ismerjük egymást, úgyhogy köszöntsük őt is. És a 70-es évek előtt volt egy nagyon-nagyon kedves barátom, grafikus művész, amikor elkezdtem az újságíró tevékenységet ilyen döpesti szinten, akkor pedig grafikus művész volt Haraszti Alfréd, aki sajnos fél éve már nincsen közöttünk, de kedves felesége, és a kis Frédi itt van. Üdvözlöm őket is! És aki a Tudígyra Irodalmi Körrel nagyon jó kapcsolatban van, ugyanis Bíró Endre nincsen közöttünk, de Bíró Krisztián is kedves felesége itt van közöttünk, aki a Bíró Kamény Nyomda üzemet vezeti. Egy nagy tapsot kérnék szépen! Gyöngypár Katalin, te sem úszod meg, nagyon jó helyen ülsz, álljál fel, légy szíves, a Kláris Kőre, a Kutató szerkesztője, akivel szintén nagyon sok és jó kapcsolatunk van. Nagyon sok ismerős van itt közöttünk, de most ők ne haragudjanak meg, hogy nem szólítom meg őket. Talán még egyet, Hódmezővásárhelyről itt van a Kárász József Irodalmi Kör alapítója, és Fehér József. Nagyon jó kapcsolatunk az irodalmi körrel, én több mint 25-30 évvel járok le, a könyvtárban jártam le, és nagyon jó kapcsolat alakult ki, és mondhatnám azt is, az én ötletem alapján alakult meg ez a Kárász József irodalmi kör, és ami úgy érzem, nagyon jó, hogy megalapítottuk, mert a megyében nagyon sok helyen már részt vesznek, országos iszolatban részt vesznek különböző rendezvényeken, és ilyen jó kapcsolat talán még a kanizsákkal sincs, mint a hódmezővásárhelyekkel. Gratulálok, Közsikám, hogy ilyen jó ápoljátok a kapcsolatot. És minden ismerős, minden a sajtóképviselőt, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, még a Szabó László urat is, aki éppen most fotóz, és Isten értesse, és mindenkit, és hallgassátok meg a műsorunkat, hallgassátok meg ezt a kis bevezetőt is, ugyanis Leonovics Anitával egy nagy tapsot kérnék szépen. És a Nyugosztánban ülne itt helyettem, akkor ő már is egy kicsit keményebben mondta, hogy Leonovics Anita, meg kell ezt szoknom a nevét. Eleinte nagyon nehezen tanultam meg, megmondom őszintén, egy kicsit racsoltam, és ma már, hál' Istennek tudom érteni, és nagy öröm számomra, hogy megismerhettem, mert az egyetem után, amikor volt az első kiállítása, 15. kerületben, az 5-ös könyvtárban, akkor olyan nagyon félénk volt, kis aranyos, kedves, most is az, továbbra is, és azóta a festményei, megmondom őszintén, nagyon-nagyon sokat fejlődtek. És én akkor elhatároztam, hogy Anitát pártfogásba veszem, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. És ennek a kapcsolatnak következménye az is, hogy az Uram Köszönöm című könyvem borítóját is ő készítette, és itt volt szó esik erről a kis közös könyveszkéről, és a Bubukacsa története is, de hát mi kapcsolatunk tényleg felhőtlen, és a festészet még különösen. Kedves Anita, tudom, a te festészeted kiteljesedőben van, de az utóbbi időben is, amit így elhoztál festményeket, nekem e-mailben azt írtad, hogy a vizek. Én a Balat
alapon, és a Fertőkorra gondoltam, de úgy láttam itt a festmények között, hogy nem csak alatt, nem csak a Fertőtóról készült festmények vannak kiállítva. Beszélj egy kicsit erről, hogy miért éppen a vizek? Miért éppen a magyar vizek és magyar Balaton, Fertőtó, és mi az a belső indítatás, mi erre készített téged, hogy ezekről most egy önálló kiállítást állítsál ki? Köszönöm a szót! Tavaly voltunk a Balatonon és a Fertőtónál nyaralni a férjemmel, ebben az évben pedig a Velencei-tónál, és akkor jött az iklet, hogy ebben az évben a Tópartok címet adjam a kiállításomnak, és igyekeztem új képeket is hozni, mögöttem látható a Fertőtó és a Velencei-tó, két oldalon pedig a Balaton tekinthető meg. A bejáratnál pedig a Tarcali bányató látható, és a Lukató is megtekinthető. Hozzám mindig általában sok tóparti, vízparti, folyóparti képeket szoktam hozni a kiállításokra, mert nagyon tetszik a vízen látható képi világ csillogás, a fények, amit ütközlődnek a vízfelületen, és ez mellett persze a különböző évszakok változását is szeretem megfesteni, ősztavaz, különböző hangulatokat, ahogy lemegy a nap, felkelő napot, vagy a különböző tájképeket. A festményeknél nagyon is látható és érezhető, valóban a hangulata, a víz csillogásának, a víz tükröződésének, valamint a víz színe változásának. Ezt más festőművészeknél ritkán láthattam így, ilyen tökéletesen megoldani, akár az esti, vagy a hajnali, vagy egy naplementei tükröződés. Anitánál ezek mind úgy érzem, hogy tökéletesek lettek, és ehhez én csak gratulálni tudok. A másik kérdésem az, hogy a jövőben milyen terveid lesznek a festményekkel kapcsolatban? Gondolom, hogy a magyar tájak, mert csodálatos a magyar táj, akár Alföldről beszélek, mert tudom, voltak korábban olyan kiállításaid is, ahol az Alföld, miután Nyíregyházán születtél, hogy vannak-e ilyen terveid, hogy egy-egy szép magyar tájegységet, például Bükk-hegység, vagy Mátra, vagy ilyen hegységrendszer körbejársz, és utána megfestelni. Igen, majd szeretnék több minden témakörben is még alkotni. Ezt a balatoni témakört szeretném még kiszélesíteni, meg a Fertőtó témakör. Ezen kívül majd egy teljesen más témakörre szeretnék mutatni a közönségnek. Nemrég születtek meg ikerlányaim, és ő általuk ikletet kaptam, úgyhogy majd egy ilyen alapos, figurális kép témával szeretnék előre halni. Hát ha már megemlítetted az ikerlányokat, gondolom, hogy annak következménye, hogy a Bubukacsa történetét megírjad, és fölhívtál engem, hogy mi van, ha közösen alkotnánk egy kis kifestőt. Hát a kifestőnek ugye a gyönyörű képeit, ezeket te oldottad meg, én csak a verseket, tehát mellékeltem, és megpróbáltam prezentálni úgy, ahogy kell. Erről beszélhetsz pár gondolatot, mert ez egy különleges kis könyvecs, úgyhogy figyelmetekbe ajánlom, majd meg lehet vásárolni, ez most a reklámhelye, bocsánat, kérek. Itt a Erzsike melletti asztalon, erről is beszélj, légy szíves. Hát az ötlet az úgy jött, hogy nagyon régen már kiskorom óta imádom a húsvétot, és nagyon sok tojást szoktam festeni.
tyúktojásokat, luktojásokat, mindenféle kacsatojást is, és ebből a szülei már neveztek ebből az okfolyólag kacsának, hogy annyi tojással foglalkozom, és innen jött az ötlet, hogy ünnepnapokra, meg egy-két alkalomra rajzolgattam ilyen kis kacsás rajzokat. Mikor megszülettek az ikerlányaim, akkor pedig hát még nagyobb ikletet adott a dolog, hogy ezt a kis rajzokat továbbfejlesztem, és ilyen nagy közönség számára is megmutathatóvá tegyem. Hát ezeket a kis rajzokat persze leegyszerűsítettem, és hát 12 hónapban próbáltam belesűríteni a történetet. Majd a Kandizsa Józseffel felvettem a kapcsolatot, és megérdeklődtem, hogy mennyire tetszett neki az ötlet. Azt mondtam, hogy támogat ebben a témakörben, és hát úgy alakítottuk a történetet, hogy 12 hónapra van bontva, ott Kanizsa József versei olvashatók, a hónapok vannak megjelenítve, és mellette pedig a kacsa család története van leírva, röviden, barát, és érthetően. És nem szerettem volna egy hagyományos kifestő könyvet létrehozni, mert olyan már rengeteg van, hanem egy ilyen játékos dolgot is beletettem, mert láttam, amikor a ikerlányaim játszottak, meg nézegették a könyveket, akkor nagyon tetszett nekik az, hogy felismerik a képeken a figurákat, történeteket, és beleraktam a másik könyvbe egy olyan részt, hogy a képfelismerést, hogy a laptal látható a képen, meg kell találni a képen. Így nem csak kiszínezhető, hanem játékosan hatóvá válik a könyv. Így többször előztethető, és könnyebben tanulhatnak belőle a gyerekek, nem csak a kicsik, hanem a nagyobbak is használhatják. Én kívánok ehhez nagyon sok sikert, és a közös együttműködésünkhöz is. Én bízom benne, hogy a kis füzetnek, illetve a kifestőnek sikere lesz, és a jövőben is dolgozunk együtt. Még ezt is létesünk további, és jelenséget kívánok. Ezen a kiállítást megnyitom, és megkérem kedves közösséget, hogy a rendezvény után tekintsék meg, mert tényleg csodálatos a kiállítás, és higgyék el, nem csak a Kanizsa Józsinek tesznek, hanem teszek mindenki számára mondanak, és elfogadható belső értéket rá. Köszönöm szépen! Egy kicsit, hogy az irodalomba átmenjünk, megkérem Zsuzsa Mihályt. Tűk egyen közre! Ha tudnád újra kezdeni, az első rendezvú, egy rejtett kis kapu, hol órák hosszat váltani. A sok-sok régi szép emlék, még álmaimban visszatér. Két karcsú női láb, egy csókra nyíró száj, s egy halsi foly az éjjel át. Szeretnék mindent újra élni, meglopni sok-sok rózsafát. Sajnos az élet ezt nem érti, elsodor és csak visz tovább. Az életem egy szép remény, ha tudnád újra kezdeni. Az első randevú egy rendet kis kapott, hol órák hosszat váltani. De mind fölött egy arc lebeg, ha látom, szívem megremeg,
voltam mindenem, az első szerelem, mit elfeledni nem lehet. Szeretnék mindent újra élni, megadni sok-sok rózsafát. Sajnos az élet ezt nem érti, elsodor és csak visz tovább. Az életed egy szép regény, ha tudnám újra kezdeni. Az első rendezvú egy rejtett kis kapu, órák hosszat vártam én. Az életed egy szép regény, s e dalt azoknak írtam én, kit annyi év után gondolnak rám. Bravo! Kedves közösségnek köszönöm Zsuzsa Mihálynak ezt a csodálatos előadást. Most saját magamról kell egy néhány gondolatot mondani. Nem leszek hosszú. Ez a 75 év nem tűnik hosszúnak, de nagyon szép és úgy érzem tartalmas volt. Zajkőn születtem 1942. augusztus 27-én, olajbányász családból származom. Azért hoztam magammal egy fotót, hát ilyen volt az olajbányász kutatókút, és mellette pedig a kut, amely felhozza a fekete aranyat. Ezt himbának hívjuk mi odalent zalai nyelven, de ugyanakkor ez hivatalosan is himba. És mellette van még egy kicsi fotó, amelyen a kutyavító berendezés áll. Tulajdonképpen a édesapám olajbányász volt, az idősebbik bátyám olajbányász volt, ő két évvel ezelőtt halt még, ő teljesen végig olajbányászként tevékenykedett. A fiatali bátyám olajbányász volt addig, amíg egy vasúti a fejére nem esett, és nem lesz súlyos következménye, de hál' Istennek még él. Itt megállok, de mindegy. Az élet tovább megy, mert is most tegnap kaptam a hírt, hogy súlyos beteg. Én viszem továbbra is ezt a tevékenységet, és az Zalai Hírlap indított el engem legelőször 1958-ban. Ha hiszitek, ha nem, vagy hagyszik, ha nem, a Zalai Hírlap még mindig közli a verseim közül rólam írásokat. Ez pontosan múlt hét szombaton jelent meg a Zalai Hírlapban, és úgy fél évente azért megjelennek rólam dolgok. És a 47. könyvem jelent meg, ez a Uram, köszönöm című kötet, amely majd a feleségemnél lehet megvásárolható, lesz megvásárolható, kapható, és ha így közösen vesztük, akkor ez a 48. a Bukbu története, ez úgy érzem, hogy akárhogy vesztük, a 75 év nem volt el hiába, és továbbra is igyekszem itt is, és a Krúdi körben is helytállni. Krúdi körben én már október 16-án lesz, 31 éve, hogy titkárként tevékenykedem, Király Lajossal meg 26. esztendeje, Király Lajos meg 26 éve a Krúdi kör elnöke, tehát zalaiak mi akkor is összetartottunk, ma is tartsunk össze, mert ez az irodalom és képzőművészet mindenkor nagyon sok szép külső és belső titkot rejt, hoz magába, és ugyanakkor
szeretetet, emberekkel való jó kapcsolatot, és a képzőművészetben, és úgy érzem kiteljesedéseket, lásd Anitával is, hogy ilyen jó kapcsolatunk alakult ki, de ez mellett fiatal írókat, költőket, költőkkel foglalkozom ma is, tanítok költészettanulóra. Talán ennyit magamról, és most jöjjenek a versekre. Mielőtt a versek jönnek, megkérem Nyibasanyit, ugyanis a verseim először a gyerekversek jönnek, és utána jönnek a felnőtt versek, és magamról már nem szeretnék, hogy különösebben beszéljünk, mert a versek mindent elmondanak. Németh Nyibasanyi pedig Vas megyében született, én Zala megyében, tehát a két vármegyének két jeles egyenisége van itt most. Sanyikám, csapja gurak közé! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Gratulálok Józsi bácsi a fiatal korodhoz, külön gratulálok Anitának is, aki jelen pillanatban Papp László a háromszoros olimpiai bajnokot festi. Ezt eltitkoltam. A bárka parton sétáltam egy nap délután, megláttam a vízhelyét, s a rég kiszáradt már. Itt fülöttünk nyáron, télen korcsolyáztunk, sok emlék fűz kenyérhez, most erre emlékezünk. Egyenes út vezet a régi iskolához, van idő gondolkodni a rohanó világról, az idő megrágtam a boldog emlékeket. Nehéz most feldolgozni a régi időket. Hol van már az utcánkból a fekete hajólány, akivel játszottunk az iskola udvarán. Májusfát is állítottunk egy vidám éjszakán. Mindenki másképp emlékszik, hisz nagyon rég volt már. Fájó szívvel indulok lassan hazafelé, a pályaudvar felől port repít a szél, s végül a sárga buszra váltottam jegyet. Emlékekkel megrakodva indulok hazafele. Kapott lett a keresztfa az emlékek súlyától, gondterhelten emlékezünk a gyermeki világról. De ez a dal örök maradt, mert szívünkből jött, a gyermekeinkre bízunk a titkos álmokat, a titkos álmokat, a titkos álmokat. Álmodjuk, de jó lenne gyermeknek lenni, gondtalanul szaladgálni, szabadon ülni. Ez a dal örök marad, mert szívünkből jött, szaladgálni, szabadon örülni. Józsikám, szép napot! Köszönöm szépen! Szerintem köszönöm szépen! Gyermeknek lenni. Hát most jönnek a gyermekversek. No, kerék! Merre? Merre jár a napkerék?
kakasok üdvözlik a nap fölkeltét. Egész nap jár, felettünk jár a napkerék, nékünk kontja a nyár melegét. Estére, ha elfáradt, arca szépen kipirul. Útja nyomán, milyen csillag kivirul, kivirul. Diólegény, a diófa ágahegyén, annak is a legtetején lakik egy kis diólegény. Szép, négy szobás a lakása, dicsekszik is egyre másra. Legszebb ház az enyém, nem is ház, palota. Nem megyek el onnét soha, nem én, nem tán soha. Ám jött az őszi szél, hult, hult a falevél, s a diólegény velük koppanva földet él. A jó szívű süli, pereg a falevél, zizzenő a hangjára, szalad, menekül a hangja, feltámad a szél, őszi dalba kezd, szorgos süni szól, kell alma gerezd, ezzel tovább tipek, zörög az avar, a hideg szél sűvít, mindent fölkavar. Kedves közönség, rövid gyermekversekkel szerettem volna elhinteni azt, hogy ides tova 20 gyermekvers kötetem jelent meg az elmúlt 20, már 58 éve, majdnem 60-at akartam mondani, de jövőre lesz talán 60, inkább 58 éve. És most felnőtt versek következnek. Szülőkhöz, édesanyámhoz, feleségemhez. Itt mindjárt meg is említem, itt van Vilmácska is, és itt van fiam, Zsolti fiam is. Feleségemmel ez év decemberében, december 24-e lesz, hogy 53 éve házasodtunk, és köszönöm ezt az 53 évet. Én szíves sajátom. Köszönöm, hogy segítettél hosszú évtizedekben. Nem volt könnyű, neked sem, de nekem sem. És ez a családi összefogás, azt hiszem, ezeknek a könyveknek a szépsége is megmutatja és eredménye, hogy megjelenhettek, és még talán egy két vagy több évtized is lehet előttünk, vagy előttünk inkább, és segítsük egymást. Most pedig jöjjenek a felnőtt versek, ehhez már előveszem az okulárét. A Fényhidalat című versem, ez volt az első kötetem, 74-ben jelent meg. Nincs itt közöttünk László Ficinek a felesége, Évike. Ugyanis Ficinek köszönhetem, hogy mint vízműves, ja, vízműves nyomdában, ezért például már megjelentett ez a könyv. És utána jöttek a többi könyvek, és ma már ugye itt tartok, hogy a bíró nyomdában jelennek meg a könyveim, hála Istennek. Tehát Fényhidalat. Fényhid ível fölöttem, anyám szalad mögöttem, alatta a híd már szikrázik, ezüstös haja leng hullámzik. Szaladni, de nem tudok, a fény híd összeomlott. Anyám, szalad még, ez a sorsa, kötkönnye hull, orcámat mossa. Anyám, tegnap még értem gyöngyözött arca, életemért küzdött, nagy volt anya harca.
ma keze ráncos, tisztességtől lett haja ősz, s gyűlik kötényes szélét, mint gyermek ki szégyenlős. Igen, tegnap még én fogtam így kezét, most ő fogja az enyémét. Igen, még tegnap én bámultam rá a világra, bátortalanul léptem egyet-kettőt előres hátra, s ma anyám csak bottal jár, félve, mint ki már annyiszor elesett. Szorítja kezem, melegsége csak a hitben van. Örül, s én örülök, hogy még velem lehet, s a két öröm forrón összeölelkezett. Anyám keze, csontos kezek mossák, apám inge ujját. Olajszennyet mos ki, mossa, fehéríti. A ráncok tengerén apámra emlékezve, ha a kezedet nézem, a homlokodat látom, ha a homlokodat nézem, a kezedet látom. Csak nézlek, s gyengén fogom a remegő kezedet, s a ráncok tengerén, apám, látom a szemedet. Köszönöm. Most megkérem a kedves előadókat, hogy innéttől fogva a program szerint menjen a műsor. Németi vasárnap következik. Kalisa József, hiányzol. A galaxisokon átsövít nézésed villáma, s tükör égi test szemével találkozik szikrázva. Tudom, hogy vagy, s fényényi idő nem távol, csak a tac tart vissza a testem s a lelkem hiányom. Köszönöm. Kalisa József, fényglóriában, Vilmámhoz. Ma e glóriás fényben elnézem tiszta arcod. Nézésünk összetart, amint fiunk felé tartod. Kezünk egymáshoz ér, s három szív dobog közel. Fény glóriát kapunk, s te szemedben szívét kezel. Tipacsok és a szerelem, koncertára emlékezem, pont egy évvel ezelőtt hunyt el. Szerelmes szívem, e nyárban lángra lobban, s látom lángolni e vörös pipacsokban. Lám, hogy él lüktet e csodás természet, szerelmes szívemnek ez. Ez lett a végzet, lobogi pipacs, égi lángolj természet, lüktes szívem, áraszt a szerelmet. Hévízi platánfák alatt, Vilmához. Valami titkos dalt suttognak a fák levelei. Kezem kezedben van, s figyulnak az ének fényei. Áradalom szene,
szemérmes lámpos volt, csak piskol. Ó, ó, kedves, hallod? A tavi béka még kurutja. Nyári esti vízen, esti fényben, boldogságban, kéz a kézben, ölelésben, szerelemben, éj magányban. Pulzál a csillag, él, s mi augusztus mámorában átlépve érkezünk meg a szerelem országában. Zsuzsa Mihály következik egy énekkel. A szerelem hadd legyen egy kicsit énekkel is felspékelve. Kanizsa József, Zajk, szülőfalom, Pirkad. Bár a hálóinged levetetted, s mint gyönyörű akt, oly bájos szűzi lány, úgy szemérmesen szép keblű dombjaid, mutogasd, Zajk, szülőfalom, Zalának kincse, így vagy szép nekem, csak így. Természetesen, szűzi hajnal papírral, mosolygó nappal, tiszta vízi patakoddal. Falu fölött szálló harangszóval, mezőben éneklő pacsirta dallal, így vagy szép, így vagy még szűzi városi rontás rajtad, nem ejtett romlásra. Maradj így, így tiszta kék egeddel, emberséges népeddel, maradj így, maradj, így tiszta szűzi emberi.
Köszönöm szépen. Zajki panoráma, Nagy Pista pincéjénél. Mintha királyi trónon ülnék, úgy tart egy táj, e szép hegyvidék. Keleten völgyszakadék, erdő, partsáv, középen patak, mindig csak délnek tart. Északon páza keretjei dombvonulat, rezervátumi erdőből nő az alkonyat. Közelébb pirossapkás házak, felnőtt gyermeket hazavárnak. Melegszívű gazdák otthona, idegennek is jut vacsora. Olaj májfolt arcú, mély érzelmű emberek, parasztok, kubikusok együtt törvénykeznek, kitartva jóban és a rosszban, százháznyi falujukban. S ott, délnyugaton, az öreg hegy öffeszkedik, mint egy kitömött begy. Alatta a keletréti völgy, szoknya szegélyén ül egy-két tölgy. Ez hát falunk felé a panoráma. Jöjj idegen, ne volna, hanem már ma! Következik, hogy úgy mondjam, két szerelmes vers. Az egyik a feleséghez íródott, a másik pedig a hazához. Gyönyörű voltál, Vilmához. Gyönyörű voltál e napon. Ma megfürödtem zöldes szemedben, lelkem átlényegült a lelkedben. És oly szép voltál, ahogy rám néztél. Ki nem mondva is tisztán becéztél, éreztem kezed simogatását, gyorsulva verő szíved ritmusát. Gyönyörű voltál e napon. Mert ma csak értem éltél. Ha távolodtam, tudom, féltél. Minden pillantásod ma az enyém. Lélegzeted pilleként száll felém. Te is tudd, 40 éve szeretlek. Tudd, hogy a hűségben érted élek. E szép hazáért. A rőt hajnal madárdallal ébresztett, pírvörös nap mosollyal kényeztetett, susogó fák kedves hanggal jöttön fogadták, virágsejmét simogatva szirmok bontották. Fütyülni kezdtem, s velem fütyült a rigó. Énekeltem, velem énekelt cinke anyó. Délben megszólalt a harang, csengőn zenélt a csordogáló patak. Titokról mesélt, titkot őriz e táj, Zala dombos hegyes völgyfalva őseink álmát őrzi. Maradjunk itt, ezt akarja. Ezer érzés ezer szállal fűz ide, ide, Zalába. Csillogó szemű büszke embereknek vagyok unokája, szívemhez ide húz, szívem ide húz, zalai emberek, veletek vagyok több, veletek, tenni e hazáért, jogs kötelesség között, tenni, tenni kell még, van értelme az alkotó tettnek, e közös tegy gyümölcsét élvezhetitek majd gyermekeitekkel. Mindig szép lesz itt a hajnal, minket ébreszt az ékes madárdal. És boldogan nézünk egymás szemébe, és ez lesz az igaz diadal. Olajos arcúak,
olajbányászokhoz. Kezek. Kezeken erezett. Ránc. Ránc domb völgy. Kezek szorítása. Szorításban erő. Erőben. Testvéreim, szavuk apám szava, szavam az ő szavuk. Együtt mondjuk ki kell mondani az igazat. Olajos arcukról a veríték, verítéken igazuk kristály tiszta. Én napjaikban győzelem, győzelemben erő a jövő. Kezük olajfoltos, szemük tiszta fényű, szívükben szeretet, szavukban béke. Tárogató hang szállt Betlen József emlékére. Októberi nyári napfény cirógatja arcod, deres fejed látom, ahogy a fény felé tartod, s a távolból tárogató hang szállt, ifjúi képed látom, tárogatót fújt a szád. Zajki hegyről falunkra szállt a rákoszi keringő hangja, s te fújtad sírón, zokogva, mint nő. Ó, látod 80 esztendő, mint pergő homokszem, az idő pergett el feletted. Bölcs szavadra emlékszem. Emlékszem Hári Jánosai nagy mondásaidra, szívemben maró vád szavakra, kék szép szemvillanásra. Ó, 80 éved betöltve, Istent arra kérem, ha eljön az időd, téged tenyerével védjen. 2004. október 17. Báza keretje. Én is Báza keretje léttem. És megkérem Zsuzsanna Hányt, újból legyen egy dal. Amikor az ember 60 éven túl jár, ajándék az élet és valami úgy vár. Emlékekre gondol, emlékekre ébred, szép lányokra, nőkre, szedelitkán téved, elszálltak az éve. Amikor az ember 70 felé ballag, ajándék napjain magyar nótát hallgat, unokái kezét magához szorítja, kedves kis orcáit napestig csókolja. Ajándék a csókja, unokái kezét magához szorítja, kedves kis orcáit napestig csókolja. Ajándék a csókja. Hát sok kis orcát. Törés is történt, de bízunk benne, hogy nem olyan súlyos. Verekedik. Kedves közönség, eddig szép Zalánról és a szerelemről szóltak a verseim.
úgy érzem, tudtam ezekkel is átadni egy kis érzelem töltetes számotokra. Viszont most el kell mondanom, hogy az Uram Köszönöm című könyvemben van egy olyan blokk, amit még soha nem tettem meg, de most 75 évesen úgy éreztem, meg kell tennem. Nagyon sok ismerősöm, nagyon sok ismert egyéniség ment el, és nagyon sok temetésen voltam és írtam verseket, de ezek a versek mindig valahol elkallódtak, vagy újságokban megjelentek. Körülbelül 35 ilyen versen került be ebbe az antológiában. Ebből a verscsokorból, vagy ciklusból most három vers fog elhangzani. Egyik Haraszti Alfredhoz, a másik pedig Juhász Ica emlékére. Juhász Ica is az a tanárnő volt, akihez jártam rendhagyó irodalmi órát tartani nagyon régen. Szóval ifjú koromban tényleg voltak ilyen kedves lehetőségeim, és itt van kedves leánya is, Évi. Tudom, már előre előveszi a zsebkendést, sírni fog, de Évikém, ennyit megér az élet, hogy itt most emlékezzünk Icáról, akivel annyi jó, szép és kellemes rendezvény volt rendhagyó irodalmi óra. Nekem is nehéz. És nehéz ugyanígy a Haraszti Alfredékkal kapcsolatban is, mert tényleg több mint 50 éves a kapcsolatunk és ifjúi barátság volt. És a harmadik vers nem tudott eljönni a Maszavérné Naszájról. Ott szintén a naszai polgármesterrel nagyon baráti kapcsolatunk alakult ki. Ő volt az egyetlen, azt hiszem, Magyarországon, aki a 20-valahány év alatt polgármester volt egy faluban, és elsőtől fogva haláláig. És ilyen is nagyon ritkán fordul elő, és egy ilyen ember megérdemli, hogy róla írjak szépet, jó, de ugyanakkor maradandó, nem meghalljátok a versben. Most kérem a verseket, és én is nagy lélegzetet vettem. Tanítói lelked élni fog. Juhász Ica tanítónőre emlékezem. Te is már oda állt vagy, mint annyi rokon és ismerős. Jó édesanya voltál, tanárként sem az a rámenős. Unokáid szeméből tekintesz vissza szemünkbe. Ott fönt örül a lelked. Az unokákra lehetsz büszke. És mennyi diákban ott van szép szabad emberi csírája, és hányan dicsérik tetted, jut eszükbe a tudás szikrája. A tudás szikrája él, lopog a diákok lelkében, s te velük élsz örökké, a család s ifjaknak szívében. Velünk élsz, kezünk fogod, tanítasz, szeretsz, ez a dolgod. Isten veled és velünk, tanítói lelked élni fog. Fényben száguldasz. Haraszti Alfredra emlékezés. Frédi, beregnek a régi filmek. AVDS szerkesztőség, Gregor Pál. S hogy elszaladtak a szorgos évek? Lassultak a léptek, a láb meg-megáll. Te felsőgödről nézed a Dunát, a Pilist. Melletted Alfi kutyus kérdő szemmel figyel. Szemedben a múlt kedves érzelmet felhasít. De természetben élni isteni kegyelem.
kis Freddy és Betty. Féltő szeme fog, fogja a törékeny tested e tájban, és a nap hatalmas izzó tűzkorong, szavak gyűlnek a nyelvre és az agyban. Elengedted a képzelet véges gyeplőjét, nagy fényben száguldasz reménykedőn. Lankadatlan érzed a család szeretetét, túl vagy egy távoli, földi mennyegzőn. Elenged a család, hű Betty és kis Fred, a szívük fáj, s hogy sír, zokog a lelkük, amíg a szívük dobog, mindegyik szeret. Isten veled, Fred, örökké szeretünk. Kőbánya, 2016. december 27-e. Köszönöm. Kanizsor József az Isten közelében, Maszlavér István emlékére. István, az égre tekintek, könnyező szemem előtt elhomályosult, elhomályosultam már. A lélegzetem a szívverésem felgyorsult, zokog a lelkem, úgy zokog, fölöttem még az ég is gyászol, behagyalt. Keresem a tekinteted, keresem a tiszta tekintet sugarát, keresem a szereteted, e földi élet emberi ősi titkát, a családot összetartó, naszály népét összefogó szivárványát. A felhő alatt fényi nyilak, jelek, s ragyogás árad szét ott az égen, csillogás, fehér fénylepel terül el az égi titkos messzeségben. István, veled már békesség, fentről vigyázol ránk az Isten közelében. A siófoki platánfa soron Krúdira emlékezve, mint őrtálló katonák között magasra tartom a fejem. Hűtisztelettel Krúdi Gyulára, nagyságára emlékezem. Vágyakozó szemeddel nézem túlpart szépséges városát. Balatonfüred visszavár. Érzem Krúdi szíve ritmusát. Karjával öleleme tájat, ragyog a víz, égre csillámlik. Írók fejedelme, Krúdi Gyula, jelenléted nagyon hiányzik. A platánfasorfái őrt állnak, kezemben könyv, a vörös postakocsi. Sétabottan lépegetek, megyek. Tudom, Óbudán rám vár a hű kéli. Időszakadéka. 90 évvel Trianon után. Kanizsa József ima Szent István királyhoz. Uram, ma imámba foglalom neved. Dimenziókon keresztül tudom, érted imám. Érted a ma élő magyarok gondját. Minden nap hallod milliók hozzád szálló sóhaját. Uram, te bölcs király, a szívekbe sugalmaz. Hitet, erőt, energiáddal oltalmaz. E harmadik évezred kezdetén legyél védelmezőnk, viruljon a haza gazdagon, teremjen a földs mezőnk.
ne legyen éhező, ne kolduljon sem gyerek, sem felnőtt. Tudjuk tisztelni az anyát, a családot összetartó nőt. Uram, bölcsességedből adj át uralkodóinknak, hogy a magyar nép tudjon élni, s örülni valami jónak. Ne acsarkodjanak, ne sározzák már egymást törvényesen, ne lássunk új szegény, elárvult magyar, sírva, könnyesen. Ó, Uram, tekints le e szép honra, népet tehetséges, földet gazdag, itt élni, jövőt teremteni érdemes. Ó, segíts népnek, vedd kezedbe sorsuk, te már tudod, az élethez itt van joguk. Ó, István király, Urunk, segíts e népnek, imámmal, mély szeretettel kérlek, segíts e népnek. Amen. Hagyj dolgozni, Uram, 75. születésnapomra. Megint itt lesz születésem hónapja. Augusztus még a nyártánc átropja. Asztal a gazdagon terítve mindenföldi jóval. A fákon megjutalmaztál aranyló magyaróval. Nyári égből a nap melegen mondja a sugarat, életet áraszt, és végtelen szép földi nyugalmat. Uram, legyen még egy kicsit Kánoán, tisztességgel végezzem el a munkám. E földön élők hadd érezzék létem, érezzék, tőled kapott küldetésem. Uram, tudom, örömöd lelek majd a földi tettben. Te is ezt tetted volna, amit én itt megtettem. Nem ünneplésre vágytam, csak tenni, élni akartam, nem több lenni, csak magamból adni, amit adhattam. Csak a te dicső neveddel tehettem, minden földi jót cselekvő őst tettem. Hozzád száll fohászom augusztusban, ember születésem nyári havában, amikor István királyt is élteti a magyar nép. Uram, vigyázz e horra, legyen tiéd a dicsőség. István király országát megköszönöm néked, Uram. Érted, s értük élek, sínítja arcuk védő ujjam. Értük szóljon szám, szavak végtelenje, augusztus hava, életem ereje. Ámen. Kalizsa József, Uram, köszönöm. Uram, tudom, hogy szeretsz. Igen korán adtad tudtomra. Mint önmagad úgy ismersz, s elengedtél földi utamra. Uram, hagyj cselekedni, örömöd lelet tetteimben, s öröm emberként tenni, te fény lesz vissza könnyeimben. Uram, Uram, köszönöm, hogy hozzád méltónak tartottál. Jöhet értem fényözön. Jézus Krisztus vár a kapunál. Uram, Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy rám áldást adtál. Hazám népe, érted szól a szám.
hajnalban. Engem köszönt a rigó ékes szólam flittje. Az erkély alatti fákon nekem szól. Énekel a széncinege az ablakon át. A nap sugara az arcom simogatja. Zaj szívemnek dal, üzenet az őrös galamb hangja. Kőbánya újhegy, itt vagyok itthon, itt nyílt ki a horizont, tárult ki a nagy világ mindenség. S a nap éltető fényt ont, kicsi hazám, népem, érted szól a szám, pengetem a lantom, legyen rajtad szűz anyánk áldása, ha e földet elhagyom. Amen. Köszönöm. Csoszogó siker nehezen jár, nyisd ki a szeretet kapuját. Gondold, hogy nincs határ, tiéd az egész világ. Emberség járja át a bolygó minden zegzugán. Az utad végén jársz, s nincs kész a lélekván. Szeretetet pénzt kire hagynád, másik dimenzió nézne rád. Az élet maga a csoda, örülj hát a létnek. Téged pótolni nem lehet, újra meg nem születhetsz. Az életnél szebbet, jobbat még senki nem talált fel. Még senki nem talált fel. Még senki nem talált fel. Kaptál egy esélyt az élettől, mégis hurcolod a magányod. Mindenki órája másképp jár, másodpercet nem vihetett tovább. A bölcs döntés előtted áll. Jól gondold meg, nehogy elhibázd. A csoszogó siker nehezen jár, nyisd ki a szeretet kapuját. Gondold, hogy nincs határ, tiéd az egész világ. Emberség járja át a bolygó minden zegzugát. Köszönöm, hogy köztetek lehettem. Köszönöm, Józsi Bácsi. Köszönöm. Még egy ráadás vers is következik, de előtte megkérem, hogy Zsamisit egy énekkel zárja, és Harcajnesi pedig egy verssel, és megkérem a kedves közösséget, akinek az asztalán még van pogácsa, fogyasszátok el, és a kundikör tagjait, hogy ne szaladjanak el, várják meg, még Józsi bácsit egy pár percet tud áldozni, és egy könyvet vehettek külön majd. Köszönöm, Zsuzsa Mihály a szó. Jöttem a semmiből tiszta hittem, naivan mindig a jóban hittem.
ízelgő szép szavak között, mosolygó állarcok mögött, nem láttam meg az igazat. Eregnek hételi, mint a gyöngyök, örömök, bánatok, merre szöktök. Ameddig nekem is jut fény, és összecsattam két egyén, nem adok más, csak magamat. Nem tudok más, csak bízni, nem tudok más, csak adni, amíg az égen felhőt kerget a tavaszi szél. Addig a szívem minden reggel átjárja az öröm, s a remény. Eregnek éveim, mint a gyöngyök, örömök, bánatok, merre szöktök. Ameddig nekem is jut fény, és összecsattam két tenyém, nem adok más, csak magamat. Nem tudok más, csak bízni. Nem tudok más, csak adni, amíg az égen felhőt kerget a tavaszi szél. Addig a szívem minden reggel átjárja az öröm, s a remény. Nem tudok más, csak bízni. Nem tudok más, csak adni, amíg az égen felhőt kerget a tavaszi szél, addig a szívem minden reggel átjárja az öröm, s a remény. És akkor következzen a plusz poén, a szokásos plusz, amit tudunk adni. Felkérem Barta Erzsikét, de mielőtt elmondja a verset, még egyszer köszöntöm 93. születésnapján. Kedves barátaim, én is csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. És a vers, amit mondok, Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindenit beoldott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szímatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, hol dőltek és épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm néked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat, bűneimet, köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem,
Istenem, Istenem, könnyed a lelkem, hogy most látván valót, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm. Erzsékém 93. esztendőt és utána levő végévtizedeket én kívánom nagyon jó erőben, egészségben, és a Kródi Gyula irodalmi körben töltse, hisz Erzsék és a Kródi Gyula irodalmi kör tagja. Köszönöm szépen Barta Erzsikének ezt a egyébként is nagyszerű verset, amit ő nagyon nagyszerűen mondott el. Ezzel a hivatalos részét úgy befejeztük rendezvényünknek, most már ilyen levezető, apró dolgok következnek. Még egyszer röviden kívánom ismertetni a szeptemberi programokat. Tehát szeptember 7-én Sashalmon Gyulai Zsuzsa festőművész és Földesti Gabriella prózaíró műsora lesz. Szeptember 14-én a Kéli vendéglőben a Kárász József irodalmi kör fog bemutatkozni, és szeptember 21-én itt, vagyis nagyjából egy hónap múlva az Ila vendéglőben fogunk ismét találkozni, ahol Barkis Ilona és V. Katona Hajnalka festőművész állít majd ki, és Osikné Nagy Katalin könyvbemutatója lesz. Megkérném Zila Lászlót és Király Lajost, hogy fáradjon ki. Amíg kifáradt Király Lajos és Zila László, addig én átadom ezt a könyvet Anitának, és utána úgy is fog majd több könyvet is belőle kapni, mert közös könyv, tehát a borítóját ő készítette. És átadom Libas Annyinak ezt a könyvet sok szeretettel. Most én nem borocskát adok, hanem ilyet adok számotokra, Feliként, te is értesen továbbra is. Isikém, Isten értesse továbbra is, és ő együttműködést is kívánok, ja, bocsánat, ez is hozzátartozik. Szabó Laci, te nagyon sokat dolgoztál, gyere, légy szíves, vedd át ezt a kis könyveszkét, és dolgozz továbbra is, és a Isten értessen, igen, igen, igen. Barta Erzsike, fogad szeretettel, és ebből a könyvből is majd tanuljál meg verseket, még a hátralévő 20-30 évben Kanizsár Józsi verset is mondják. Köszönöm szépen előre is. Isten értesse továbbra is. Visszaadom a szót Berinek, Király Lajosnak. Kedves Jóska, kedves titkár úr, először is nagyon örülök, hogy sikerült ezt a 75. évet megírni. Pár napot voltunk Balatonfüleden, és ott különféle feliratok vannak nagyírókról, költőkről, és valaki ott megszólalt, ilyen hal meg haltak. Én viccesen mondtam, a mosolyog költőkírók korán halnak, kivéve minket természetesen. Mert a hosszú életívka dolgozni, írni, és így meghalni sincs idő. Én további sok sikert kívánok, örülök, hogy együtt dolgozhatom, most már negyed évszázada nem semmi, és további sok sikereket, jó egészséget, és fogod ezt a zsakosságot. Látom, Zila Lászlót is ott hátul készülődik, és majd megkérem a kedves előadókat, hogy ne menjenek el, hanem itt az Ida Lászlóval együtt készítsünk egy közös fotót. Gyere, Lecikám! Na, ott volt, meg szeretném.